Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem, mint mindig, elragadó feleségem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 800 szintű vezető házaspárja. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös ember- és életismeret fejlesztő előadásán. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül, elmondanám, hogy régen a magyarok még a királyt is tegezték. A PPH előtti foglalkozásom, hát tanult szakmám az géplakatos gépszerelő. Ugye hamar rájöttem, hogy ebbe a szakmában nekem semmi keresni valóm, hangos és zörög, csörög, büdös, füstös, olajos. Tehát ezen kívül nagyon sok minden másba kipróbáltam magam, mint igazgatónk, vezetünk, Barta Tusek János. Ugye ha ő mondja, hogy fél ezer mester, akkor én vagyok a kiegészítő, a másik fele. Békés Csabán élek elragadó feleségemmel. És azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, ez egy nagyon régi történet, így visszakanyarodva. Elmondanám nektek, hogy nekem annak idején megvolt mindenem. De ezt már ugye elmondtam többször is, hogy jött egy olyan fordulat az életembe, az akkori tudásomnak megfelelően, hogy mindenemet elvesztettem. Földönfutó lettem, gyakorlatilag hajléktalan. Na ezt most ne úgy képzeljétek el, hogy az utcán aludtam, hanem közel 45 évesen, amikor mindened megvan, boldog vagy, kocsi, pénz, lakás, minden, ami kell, ez így elmegy, és neked meg vissza kell költöznöd anyádhoz. Ezt úgy értsétek, na, ezt ne éljétek át. Jó, szeretem édesanyámat, de na, 3 nap bőven elég, ugye együtt létben. És hát ugye, akkor én úgy gondoltam, hogy megpróbálom én ezt a külföldözést, mint olyan sokan csinálják, hogy kimentem én is külföldre dolgozni. Egy bútorszállító cégnél kamionoztam, ugye, mint igazgató, ő is végigjárta ezt az utat, hogy kamionozott. Ilyen, a másolódás. Másolódás tudat alatt is működik. Na hát jó volt az, de annyira nem, hogy ott maradtam volna. Tehát hazajöttem, mert ugye közben szerelmes is lettem. Volt mennyasszonyomba, a barátnőmbe, aki jelen pillanatban itt áll mellettem is. Mondhatom bátran, hogy már a feleségem. Tehát akkoriban hazakeveredtem, és volt pénzem. Megélni kevés, éhen halni meg sok. Tehát minden nap elmentem én dolgozni ilyen szintfent tartó kis munkákra, és ugye oda költöztem hozzá, én mint pasi, a csajhoz, értitek? Na, ekkor kezdődött az úgynevezett gólya időszak, mert... Volt is baj belőle. Igen, tehát szerettük egymást, sokáig nem bírtunk egymással, egy-két hét, egy-két hónap mindig szétmentünk. És ő akkoriban találkozott Szedlacsik Miklós mester tanításaival, ugye Barta Tusek házaspáron keresztül, és ő elkezdte a képzést. Már egy éve tanuló volt, és hát akkor is úgy nézett ki, hogy már szétmegyünk. De volt olyan furmányos a csaj, hogy berakott egy olyan videót, ami jelen pillanatban igaz volt az életemre, tehát gyakorlatilag rólam beszélt a mester, ugye ezt még akkor sérelmeztem is, hogy biztos jó kibeszélt. Utána ugye rájöttem, meg megtapasztalták már mások is, hogy ez nem így van. És akkor felkeltette az érdeklődésemet. Hát ugye egy kallódok az életbe, botladozok úgymond, nem haladok egyről a kettőre, és itt van egy olyan ember, aki módszereket ad ahhoz, hogy haladjál. Akkor meghallgattam ugye több előadást, én is elkezdtem hamar a képzést egy évre rá, ugye kapkodó idegbeteg. Meggondolta. És itt még nem volt vége a történetnek, mert nem voltam én az az elkötelezett, hogy én minden előadáson ott vagyok, de mivel, hogy szerettem a mostani feleségemet, így, na, sűrűn ott voltam az előadásokon, de nem eleget. Tehát ebből lett egy olyan helyzet, úgy alakult megint, hogy na, most már aztán tényleg szétmegyünk, hiába vagyok tanuló, hiába tanulunk itt mind a ketten, kész vége a dalnak, lehúztuk a redőnyt, de még tegyünk egy utolsó próbát. Ekkor felhívtuk a mestert,
Szedlacsik Miklóst. Egy 2 órás beszélgetés után megkértem a kezét. Basszus kulcs! Nem a Miklósnak! És meghökkentem, mert igent mondott. Tehát ez tényleg így volt. A Nyílt Akadémiánál nem csak ezeket a dolgokat, tehát az élet 10 területéről bármilyen problémád van, itt megtalálod a megoldást, módszereket találsz rá. A képzések által egy sikeres emberré válhatsz, mint én, aki hajléktalan voltam, és most itt állok, mint vállalkozó, és egy 8-as szintű vezető a PPA-nál. És mindenkinek lehetősége van arra, hogy ezzé váljon. Vagy még itt nincs vége. Lehet tovább menni. Kinek mi a terv? Nekem az a tervem, az az elképzelésem, hogy Szedlacsik Miklós sarkába leszek, mert neki van egy célja, van egy küldetése, hogy ezen a bolygón megteremtse az aranykort. De egy fecske nem csinál nyarat. Tehát én minden odaadásommal, lelkesedésemmel, minden energiámmal támogatom őt ebben. És csak erre hívlak benneteket is. Teremtsünk meg egy új világot, egy szeretet alapút, egy elnyomásmentest, amit úgy hívnak, hogy aranykor. Köszönöm. Én követlek ebbe téged, Kereszt, illetve a Szedlacsik Miklóst is. Én is azért kezdtem el itt tanulni 8 éve, mert szerintem sok ember azért kezdi el fejleszteni magát, mert egyszerűen oda jut az élete, hogy ez most már így nagyon nem jó, és most már valamilyen megoldást kell keresni. Én is így jártam, összecsapott az összes hullám a fejem fölött, tényleg 4 területen kaphatunk problémát, nekem ebből 3 meg volt. És még jött Karesz is. Igen. Mert ugye hát tényleg nehezen indult a kapcsolatunk, én akkor is szerettem, csak nagyon nehéz volt. És, jó, hát tettem érte rendesen. De nekem is sokat kellett ehhez változni, tehát igen. Ezt ketten aláírom. Voltunk ludasak igen. Azért abban. Jó, maradjunk ennyiben. Én voltam, én. Nem, én. Szóval lényeg az, hogy ugye ennek már 8 éve, az ingyenes előadásokban biztos, aki nézett már egy pár videót Szedlacsik Miklóstól, biztos látta már azt a 10 életterületet, hogy ugye milyen területeken lehet itt tudást és módszereket kapni. Na most én mind ezeknek a segítségével oldottam meg az összes problémám. Nem egyszerre, hanem szépen lassan. Tehát először csak az egyiket, aztán a másikat. És ugye ezt is tanítja a mesterünk, hogyha a 10 életterületből csak egy területen van problémád, de nem oldod meg, akkor más területen is lesznek problémáid. Előbb-utóbb szépen lassan. És én már ki akartam jönni abból a helyzetből, nem még jobban bemenni, és nagyon örültem, amikor rátaláltam a képzésre, pedig hát az igazgatóm 3-szor kérdezte meg, hogy megnéztem-e már azt, amit ő ugye készített nekem egy hozzáférést a weboldalhoz, hát hogy megnéztem-e már az előadást, jaj nem, ne haragudj, elfelejtettem. Egy hét múlva megint megkérdezte, jaj nem, még nem, ne haragudj, de megnézem, ígérem, megnézem. 3. héten megnézted? Nem, de most már megfogom. Mert észrevettem magam, hogy nem nézem meg. Leültem, meghallgattam, bevallom nektek őszintén, engem nagyon idegesített a Miklós hangja először. Minden bajom volt tőle, de úgy voltam vele, hogy jó, én félre rakom az egómat, mert egyébként meg nagyon jó dolgokat mond. Az egy dolog, hogy idegesít a hangszíne, meg furcsa, hogy öltönybe áll, de attól még, amiket mond, az nagyon jó. És így meghallgattam. Igen. Azóta minden nap Miklós szól nálunk, egész nap. És mire az előadás végére értem, rájöttem, ugye ő beszélt arról is, hogy milyen eredményeket ért el. Hát ugye elgondolkoztam, hát hú, hát azért ez nem semmi. Hát ha valaki ilyen eredményeket tud elérni, az tud valamit. Akkor attól az embertől lehet tanulni. Mert tudást csak attól lehet szerezni, akinek van. És mire véget ért az első rész, hát
nekem ez nagyon tetszik. Nagyon jókat mondott ez az ember. Hívtam az igazgatómat, hogy hogy lehet megnézni a képzést. Hát úgy, hogy rendezem a tandíjam. Jó. Mit kell? Hogy kell? 3 nap múlva befizettem a tandíjamat, és ennek 8 éve. És így jutottunk el oda, hogy a rossz párkapcsolat, a rossz anyagi helyzet, családi problémák, emberekkel kapcsolatos problémák, tényleg minden meg volt, hatóság is benne volt, minden amit balesetek. El tudtok képzelni, így van, betegség is, komoly betegség is benne van. Ezt szépen lassan meg tudtam oldani. Illetve együtt, hát persze mindenki a saját problémáját, de meg tudtuk oldani, az itt kapott tudással és módszerekkel. Ráadásul sose voltunk magunkra hagyva. Az igazgatóm Bartatusek János rengeteget segített nekem személyesen, de a Szedlacsik Miklóstól is kaptam segítséget személyesen is. Így persze, el lehet érni. És ha én meg tudtam csinálni, akkor ezt bárki meg tudja csinálni. Mert annyira... Nem gondolom, hogy különleges lennék, hogy más ne tudná ezeket a módszereket elsajátítani, hiszen itt egyszerű módszerekről van szó. Sokan azért nem is próbálják ki, mert hogy túl egyszerűnek tűnik. Én is voltam így egy pár módszerre, hogy hát nem, ez ugyan már. Aztán csak kipróbáltam, és akárhány módszert kipróbáltam, mindegyik működik. Mindegyik. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha már néztetek egy pár előadást, keresek egy igen. Bocsánat, ez még egy pár igen, mondatot. Igen. Hogy megfigyelhető az ugye, Szedlacsik Miklós mester tanítja, hogy az ember 4 területen kaphat problémát. Én ezt aláírom, mert én ezt mind megtapasztaltam. Tehát kezdődött anyagi, párkapcsolati, egészségügyi, baleset. Mind megvolt. Hibátlan. Többször is. De ahogy elkezdtem jobban belemélyülni a tanításokba, a módszerekbe, és legyőztem magamba azt az ellenkezést, gyakorlatilag vívottam az egómmal, és kezdtem úgy csinálni, úgy tenni a dolgot, ahogy tanítja a mester, onnastól kezdve minden jobb lett. Higgyétek el, az a legnehezebb egyébként, hogy önmagunkat legyőzni, hogy tényleg legalább az esélyt adjuk meg arra, hogy próbáljuk már ki, hogy lehet, hogy tényleg működik, amit tanít. És ugye sokan nem beszélek nagy számokban, tehát többen jelzik, hogy most épp ilyen problémájuk van, olyan problémájuk van, egyik jön a másik után. Mindegyiknek el szoktam mondani, 4 területen kaphatsz problémát, 4. Melyiknél tartasz? 1, 2, mire vársz még? Végigvárod, és akkor már jössz, elsüllyedsz, mert addig nem segítek, amíg te nem akarod. Csak gondolkozzatok el rajta. Igen, szóval, mint már bevezetésképpen sokat meséltünk róla, a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Jelenleg Európa legnagyobb független személyiségfejlesztő szervezetének a vezetője. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Amit elért, azt a munkájának és a tudásának köszönheti. Mesterünk teljesen egyedülálló abban, hogy nem csak a szellemi területen rendelkezik hatalmas tudással és tapasztalattal, hanem az anyag területén is. Én azóta sem találkoztam még egy ilyen tanítóval. A vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorra.
Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Képzéseket tartunk rendszeresen 2010 nyarától. Hetente kétszer. Mint kiderült azóta, coach képzéseket tartunk, olyan tudást juttatunk el és képességeket, sőt gyakorlási lehetőséget is az emberek számára, amely tudást nyújt az ember és életismerethez, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni. Tehát egy ember nek megnézzük a hangulatát, akkor azt látni, hogy minél több problémával vagy minél nagyobb problémával küzdenek emberek, annál rosszabb hangulatúak, és annál kevésbé kezelik helyesen az élethelyzeteiket. Tehát ha az ember képes az élethelyzeteit helyesen kezelni, akkor boldogabbá, jobb hangulatúvá válik, és ugye a tudás révén képes a problémáknak a megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, tehát hogy képes legyen valaki megvalósítani célokat. Továbbá az emberek és az élet jobbítására, persze beleértve a saját életét és mások életét is. A lelki fejlődésre, a lelki fejlődés azt jelenti, hogy van egy olyan lelkünk, amely azért van itt a bolygón, hogy fejlődjön, és az csak tudás révén és tapasztalat révén tudja megtenni, mármint úgy, hogy ha a tapasztalatból tudást fog az illető leszűrni, tehát tanulságot fog belőle leszűrni. Ha az ember tanul, fejlődik, akkor képessé válik arra, hogy jobban érezze magát, mint az imént említettem, jobban érezze magát a bőrében, és szeretetben, békében és boldogságban éljen. És ugye egy nagyon fontos feladata lenne az embernek, mint egyénnek, és beleértve így az emberiséget is, hogy együtt működjünk. Tehát, hogy az emberek képesek legyenek egymással együttműködni. És ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködnének, akkor a Földön 2035-re aranykor lehetne. Na most ez nem egy olyan cél, ami vagy létrejön, vagy nem. Ennek a célnak létre kell jönnie. Ez magasabb rendű cél, mint amit emberek eddig kitűztek maguk elé. Ugyanis ezt nem emberek tűzték ki, ezt a célt, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lenni, hanem úgymond a fentiek. Mondhatnánk azt, hogy az isteneink. Csak olyan fura ez, mert egy olyan világban élünk, ahol ugye általában egy Isten hit van, és mindig egy Istenről beszélne. Az közben az ember egy kicsit utána jár a történelembe, hát töménytelen mennyiségű Istennel találkozhat. Ami azt jelenti, hogy ezeknek az Isteneknek különböző nevük volt. Már meg kitalálták azt is, hogy az mind egy Isten volt, csak különböző nevet adtak neki. Hazugság egyébként. Tehát lényeg az, hogy kik
az istenek felsőbbrendű lények. Na most mit jelent az, hogy felsőbbrendű lény? Tehát ami azt jelenti, hogy fejlettségben sokkal előttünk járnak. Minden tekintetben, nem csak műszaki fejlettségről beszélünk, hanem minden tekintetben, tehát tudásban, képességben, jó, és mindent, amit csak el lehet gondolni, jócskán előttünk járnak. Tehát gondoljuk csak végig, hogy mennyire előttünk járnak, ha arra képesek, hogy amikor te megfogantál, ide leküldjék abba a pillanatba a lelkedet. Érted? Tehát abban a pillanatban, amikor megfogantál, és az nem a szeretkezéskor történik a fogantatás, hanem utána valamikor, mikor beágyazódik ugye az oddósejt, ugye, és létrejön a tényleges fogantatás. És abban a pillanatban már küldük is a lelket. Ezt gondold végig, akkor milyen tudással és milyen technikával rendelkeznek, milyen képességekkel, tudással és technikával, hogy abban a pillanatban, amint megfogansz, jön a lélek. Érted? Tehát ugye sokan azt gondolják, hogy hát ilyen nincs. Általában azok az emberek nem hallgatják az előadásaimat, akik így gondolják, hogy ilyen nincs. Na most mondok egy-két dolgot ugye a fentiekkel kapcsolatban. Jó? Tehát ugye hallottunk már olyat, ha más nem ilyen mesékben, hogy vannak olyanok, hogy őrangyalok, akik rendezgetik az embereknek a sorsát. Tehát mikor arról beszélünk, hogy sors, és a sors elrendez ilyen-olyan dolgokat az embereknél, az a sors, az nem sors, azok értelmes lények. Tehát a sors az egy szó, az nem egy értelmes lény, érted? Az nem egy név, valakinek a neve. A sors az azt jelenti, hogy azt az életet, amit te bejársz, az a sors. Vagy eddig bejártál, vagy be fogsz járni. Érted? Az a sors. De a sors az olyan, mint egy kődarab. A kődarab az magától nem csinál semmit. Az külső hatásra csinál valamit. Érted? A sors se csinál magától semmit. A sors úgy csinál valamit, hogyha alakítják. Tehát a sors mindenkinek a saját sorsa, az alakított. Elsősorban te alakítod, mint ember, a saját sorsodat. Másodszorban, ha nem jó irányba halad a sorsod, akkor alakítják. Illetve nem csak alakítják, hanem létrehozzák azokat a történéseket, amit te bevállaltál azelőtt, mielőtt leszülettél. Oké? Okay? És mi alapján vállaltál be? Annak alapján, amit az előző életedben megéltél. És az most ebből a szempontból részletkérdés, hogy az előző életedben itt a Földön éltél emberként, vagy valahol másik világban, Földön kívüli másik világban, felsőbbrendű lényként. Ez most részletkérdés ebből a szempontból. De az biztos, hogy az előző életedben, előző életednek hatására vállaltál be olyan dolgokat, nem az előző életedben, csak az előző életed hatására vállaltál be olyan dolgokat, amit ebbe az életedben meg kellene élned. Ezt nyilván ezt az egészet mind elfelejtetted, azután, miután kitörölték a tudatodból
az összes előző életi információt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a léleknek, a saját lelkednek az előző élet az nem az volt, hogy amikor mondjuk emberként megszülettél és emberként meghaltál. A lelkednek az előző élet az az volt, hogy onnantól, amikor megfogantál az előző életedben, és odáig tartott a lelkednek az előző élete, amikor kitörölték az előző életi tudást. Világos ez? És azt közvetlenül azelőtt törölték ki, mielőtt lejöttél ide a földre, mielőtt leküldtek ide a földre. Tehát ami azt jelenti, hogy valószínűleg a lelked jóval, de jóval hosszabb életet élt meg, évekkel vagy évtizedekkel, vagy akár sok száz évvel többet élt meg, mint a tested, az előző életi tested. Világos ez? Tehát a léleknek az előző élete az az előző életnek a fogantatása volt, és a tudástörlés időpontja közt eltelt időszak. Oké? Na most ha ezt tovább nézzük, ezt a dolgot, ugye hát gondold végig, a legtöbb ember sajnos itt Európában, főleg minél jobb módban élnek, annál inkább igaz, azt gondolja, hogy egy élete és egy halála van. Na most gondold végig logikusan, te melyiket szeretnéd? Ha jobban, ha egy életed, egy halálod lenne, vagy ha több? Hát ha valaki azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogy egy élete, egy halála legyen, az hülye. Hát én nem tudok más mondani. Nem, nem komplett, az nem százas. Az nem százas. Nem tudok erre más mondani, másként nem tudom kifejezni. Az arra, azt tudnám mondani, hogy elmebeteg, semmi mást. Ha választhatna a kettő közül, és azt választnána, hogy egy életem és egy halálom legyen, az azt mondanám, hogy te olyan hülye vagy, mint a segg. Nem tudnák rá más mondani. Érted? Szóval, én azt gondolom, hogy az éppelméjű emberek azt mondanák, hogy természetesen most ha arról van szó, hogy melyiket szeretném, akkor nyilván azt szeretném, hogy ne egy életem legyen, nem? De most akkor ugye végig gondolhatnánk azt is, hogy most, de milyen életet szeretnél? Egy olyan életet, hogy ugyanebbe a testbe? Hát képzeld el, megöregszel, és ugyanebbe a testbe nem szeretném már visszaszületni. Sőt, ugye nem egy ember úgy lép ki a testéből, hogy már nagyon unja azt a testet. Hát most az idős emberek vagy a beteges emberekre gondoljatok. Na most ezáltal ugye azt is logikusan végig kellene gondolni, hogy mi lenne a jó? Hát visszaszületne egy új testbe, nem? Tehát ugye az lenne a jobbik, hogy dolog, hogy nem egy élet, egy halál, hanem fogja az ember és meghal, nem? És utána visszaszület egy friss testbe, nem? Egy új testbe. És hát most gondold végig, hogy az ember azt hisz, amit akar. Azt nem hisz, amit nem akar. Ez tényleg így van, nem? Mindenki azt hisz, amit akar, és azt hisz, amit nem akar hinni, és azt, vagy azt nem hisz, amit nem akar hinni. Ez logikus. Na most, tehát én nálam a változás annak idején akkor indult el, amikor hallottam információkat bármivel kapcsolatban, és akkor azt mondtam, hogy én ezt eddig így hittem, hogy így van. Ugye mi a hit? Az azt jelenti, hogy nem meggyőződés. Tehát még nincs azon a szinten, hogy meggyőződjen az ember arról a dologról, ezért ugye mit csinál? Legjobb esetben hinni tud.
Tehát, és én úgy voltam vele, hogy én tanultam dolgokat, hallottam információkat az élet és az ember működéséről, és akkor ugye hallottam más dolgokat, teljesen ellentétes dolgokat az élet és az ember működéséről, és akkor elgondolkoztam azon, hogy nekem melyik lenne a jobb, az, amit eddig hittem arról a dologról. És ez nagyon érdekes, ez a hit kérdés, mert ha végignézed, az emberek hite az nem maguktól alakul ki, hanem másoktól. Tehát másoktól ezt hallották, ezt tanulták, ezt mondták neki, stb. Stb. Érted? Tehát gondold végig, olyanról, amiről nem tudsz, abban nem tud hited lenni. Tehát számodra nem létező dologban, amiről nem is tudsz, hogy létezik, tehát egy hanginformációd nincs róla, abban nem tudsz hinni. Tehát abba tudsz hinni, amiben van információd. Érted? Tehát ugye ez teljesen logikus. Tehát az illető, aki bárki, aki mondjuk abba hit, hogy egy élete, egy halála van, az azért hit abban, vagy azért hisz abban, mert azt hitették el vele. Tehát nem magától jutott oda, hogy elhitte, hanem azt hitették el vele. Csak azért, hogy ez tisztában legyünk saját magunkkal. És ez mindennel így vagyunk. Ha neked nem tanították meg, hogy nem tanították volna meg, mondjuk, hogy mennyi 5x5, akkor most nem tudnád, hogy mennyi 5x5. Ha sose hallottad volna még azt, hogy mennyi 5x5, akkor most nem tudnád, hogy az 25. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy ezek az információk, amik bennünk vannak ilyen dolgokkal kapcsolatban, amit úgy gondolod, hogy tudsz, az mind kívülről jött információ. Tehát tanítottak valamire. Például ugye teljesen egyértelmű, hogy valaki hívő családban nevelkedik föl, ahol mind a két szülő mondjuk hívő, akkor sokkal nagyobb eséllyel lesz hívő a gyerek, mint egy olyan családban, ahol egyik szülő sem hívő. Világos ez? Teljesen logikus. Tehát el kellene tudnod először is azt fogadni, hogy nem magadtól van a hited, hanem arra a hitre vezettek rá, arra a hitre tanítottak téged. Ha ezt nem így gondolod, hogy így van az életedben, akkor egód van, hogy szétduran a fejed tőle hamarosan. Érted? Tehát ha azt gondolod, hogy mindent te magadtól találtál ki, minden, amit tudsz, meg amit hiszel, az magadtól jött, akkor te veled nem is szeretnék találkozni, mert akkor egód van, hogy beszélni se lehet veled. Oké? Na akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Szóval én úgy indultam ebbe az egészben, hogy nekem melyik a jobb. És mibe hinnék szívesebben? Érted? Például abban, hogy egy életem van, egy halálom, vagy abban, hogy számtalan életem már volt, érted? És nem egy életem és egy halálom van. És nagyon érdekes, mert általában ez úgy működik, nem is nagyon tudok rá egyébként kivételt, hogy arról tudsz igazából meggyőződni, amiben van hited. Tehát amiben nem akarsz hinni, mert a hit az egy akarat, amiben nem akarsz hinni, arról nem is fogsz tudni meggyőződni. Ez a tapasztalat. Lehet, hogy erre vannak kivételek, de én kivételt nem ismerek. Mondom, simán elképzelhető, hogy vannak kivételek, de én mégse ismerek kivételt. Szóval abba hiszel, amiben hinni akarsz. És akkor én úgy voltam ezzel a kérdéssel, hogy nekem az jobb,
hogyha én elkezdek hinni ellentétes dolgokban, például abban, hogy nem egy életem és egy halálom van, hanem számos vagy számtalan előző életem volt. Azért számtalan, mert az ember most ezzel a fejjel, ezzel a tudással nem biztos, hogy végig tudja gondolni, hogy mennyi élete volt. Bár ha visszakapnád a tudásodat, amit ugye elmentettek, akkor már rögtön informáltabb lennél azzal, hogy pontosan hány életed volt. Szóval lényeg az, hogy én elkezdtem azt a fajta működést sok-sok évvel ezelőtt, nagyon sok évvel, ilyen mondhatjuk, hogy 30 akárhány évvel ezelőtt kezdtem el, hogy én abban akarok hinni, ami nekem jobb. És ez furcsa, mert tudod, az emberek nem így működnek. Én azt látom, hogy az emberek például olyanokban hisznek, hogy velük milyen rossz dolgok fognak megtörténni. Érted? És úgy is van, hogy meg is történik. Tehát, mintha direkt az ellenkezőjét csinálnák, olyan dolgokba akarnak hinni, amire a végig gondolnák, az baromi rossz nekik. És mégis ilyen dolgokba kezdenek el hinni az emberek, nem mostanában, hanem úgy mindig. Mert ugye valamikor elkezdi az ilyenfajta hitet, és utána folytatja az élete során. Tehát nekem sose volt olyan hitem, hogy majd ilyen meg olyan rossz dolgok fognak velem történni. Sose. Érted? Persze az ember attól még megtörténik, megtörténhet rossz dolog, de egy kicsit több, mint a tapasztalat mutatja, olyan dolog történik az emberrel, rossz dolog történik az emberrel, ha rossz dolgokba hisz. Szóval gondoljátok végig, hogy az, hogy te miben hiszel, az a te akaratodtól függ. Abba hiszel, amiben akarsz. De ha egy csöpp épelméd van, akkor a jóban kellene hinni, nem? Vagy legalábbis, ami neked jobb, abba kellene hinni, nem? Szerintem bolond ember az, aki a rosszban akar hinni, nem? Gondold végig. Tehát lényeg az, hogy most gondold végig, itt vannak például az, hogy nem egy élet. Jó, de abban a pillanatban, amint nem egy életről beszélünk, és az életünk rendezéséről beszélünk, hogy végig rendezik, a megszületést is rendezik, sőt sok embernek még a halálát is rendezik, és az egész sorsát is rendezik, vagy legalábbis próbálják, aztán legtöbb ember most főleg itt a fejlett világban ellenáll, ilyen ellenállóba átmegy, szóval gondold végig, akkor rögtön felvetődik, hogy ki. Tehát abban a pillanatban, amikor az vetődik föl, gondold végig logikusan, hogy nem egy életed van, és nem egy életed volt, és nem egy életed lesz, mert persze most egy életed van, de nem egy lesz ezáltal, meg nem egy volt, akkor rögtön felvetődik, hogy oké, de kik rendezték. Abban a pillanatban. És akkor logikusan a következő is felvetődik, hogy annyi lényt, amennyi a világegyetemben működik, akár csak itt ezt a 8 milliárdat nézve, egy értelmes lény tudja rendezni. És az az egy értelmes lény semmilyen más értelmes lényben nem tud megbízni, aki segítene neki. Rögtön felvetődik ez a kérdés. És akkor jó Istennek hívják? Hát egy jó Isten megbízik más értelmes lényekben, nem? Nem logikus?
ami azt jelenti, hogy akkor miért ne hívna segítségül más értelmes lényeket, akikben megbízik. Csak így egy kis logikával végig logikázva ezt az egészet, és akkor még nem néztük a teremtést, meg hogy honnan vannak a lelkek, meg honnan van ez a test, amiben vagyunk. Jó, tehát semmi ilyesmit nem néztünk, csak ilyen abszolút logikus dolgokat. És ez nagyon érdekes, mert hogyha az ember elkezd logikázni, ami éppen a világ az ellen van, hogy te logikázz. Hát gondold végig, gondolkodni, logikázni akkor tudsz, hogyha nyugalmi állapotban vagy. Ha közben kismillió zavaró környezeted van, és zavaró hatások érnek, akkor próbálj már logikázni. Tehát próbálj már valamint gondolkodni, és abból, mikor állandóan kirángatnak. Nem fogsz tudni. Tehát egy olyan világban élünk, hogy te ne gondolkodj. Lehetőleg minél kevesebb időd legyen a gondolkodása. Napközben semmi, és este meg úgy essél be az ágyba, és reggel, mikor föl kell ébredni, akkor meg rögtön menjél, mert már dolgod van. Érted? Vagy nem ilyen világot élnek az emberek? Vagy rosszul látom? Persze kivételek erősítik a szabályt, de a többség ilyen világot él. És képtelen arra, hogy bármit végig gondoljon. Képtelen. Mert nincs rá ideje, szó szerint nincs rá ideje, mert állandóan külső hatások befolyásolják azt, hogy ő ne figyeljen saját magára, a saját gondolataira ne figyeljen. Vagy rosszul látom? És onnantól indult ez el, mióta feltalálták a rádiót. Szó szerint. És onnantól egyre intenzívebb minden hatás. De szó szerint. Tehát az embernek azért kellene egy kis időt fordítania a saját magába mélyülve gondolkozni arról, hogy mi a logikus. Mi a logikus. És ha az ember hall egy információt például avval kapcsolatban, hogy nem egy életünk és egy halálunk van. És esetleg az előadó arról beszél, hogy nem egy élet és egy halál van, és gondoljuk végig logikusan, akkor azért vannak azok a fajta képességeid, hogy képes legyél gondolkodni. És gondolkodj logikusan. Tehát ugye összefüggés van, amit mondtam az imént, a hited és a megtapasztalás között. Tehát ha valamiben nem hiszel és nem akarsz hinni, nem is fogod megtapasztalni általában. Így van. Tehát általában így van. Na most én megtapasztaltam azt, amit elmondtam. Tehát elkezdtem abba hinni, mert az nekem jobb, hogy nem egy életem és egy halálom van, és nem egy Isten van, nem egy, hanem mindenkinek van sajátja. És elkezdtem utána egy idő után ezt megtapasztalni, hogy ez pont így van. És akkor gondold végig csak saját magamat. Ha benne lennél a saját bőrömbe, melyik volt számomra jobb, hogy egy élet, egy halál? Vagy ez a megtapasztalás, hogy megtapasztaltam azt, hogy nem egy élet, nem egy halál van, és megtapasztaltam azt, hogy nem egy Isten van, amely a segítségünkre van. De mindenkinek csak egy Istene van. Nincs kettő, nincs három. Na most, és gondold végig, ha már itt vagyunk emberként, akkor megint melyik a jobb? Az, hogy küzdened kell az életedben, és mindenért meg kell küzdened, és csak azt tudsz elérni az életedben, amiért megküzdesz, vagy gondolkodsz, és teszed a dolgot, tehát nem küzdesz, hanem teszed a dolgod. Nagy különbség van a küzdelem és a
tenni a dolgunkat között, teszed a dolgod, és a gondolatoddal és a cselekedeteiddel természetesen megteremted azt küzdelem nélkül, ami neked, családodnak, egy közösségnek, vagy az emberiségnek a legjobb. Érted? Vagy akár az élőlényeknek, vagy az élettelen dolgoknak a legjobb. És akkor még nem soroltam végig ugye azt a 8 területet, amelynek a legjobb. Tehát gondold végig, hogy én végig gondoltam azt, hogy ha miért ne csináljak olyan dolgot, ami nem csak nekem jó, hanem másoknak is. Szóval én meggyőződtem arról, hogy vannak idegen lények, az emberekhez képest idegen, nem idegenek ez, ők az isteneink, akiknek a felügyelete alatt állunk. Tehát ez olyan, mint mikor a, nem is az iskolához lehet hasonlítani, mert az iskolából fogod, kimész, aztán tanítási időbe is, és kész, érted, és ott hagyod az iskolát. Óvodából ezt nem tudod megcsinálni. Óvodából nem tudsz kimenni, mert ott be van minden zárva, és mindenki felügyel arra, hogy az óvodából még véletlenül sem menjél ki. Na, szóval valahogy ilyesmi a földünk. Oké, tehát ott vannak az óvodában óvónők, és felügyelik a gyerekeket. Na, hát itt is vannak, akik felügyelnek minket. És akkor mit tudom én, megakadályozzák például olyat, hogy valaki meg akar nyomni egy atomsiló gombját, érted? És akkor megnyomja. Vagy például, mit tudom én, meg akarnak akadályozni valami negatív cselekedetet, és az illető előtte mondjuk kap egy szívrohamot. És akkor nem tudja megtenni azt, amit meg akar tenni. Vagy hirtelen olyan problémába keveredik, hogy nem tudja azt megtenni, amit meg akart tenni. És akkor mondhatom ezt, hogy erről én meg vagyok győződve. Tehát, ami azt jelenti, hogy azért 30 éve győződök meg, több mint 30 éve győződök meg dolgokról a 80-as évek végétől, második felétől. Győződök meg dolgokról. Érted? És azóta figyelem a történéseket, ami körülöttem történik, vagy akár az egész bolygón a hírekbe eljut hozzám. Nem a fősodrású hírekben, mert azokban nem jut el. Oké? Tehát lényeg az, hogy és meggyőződtem, hogy ezek így vannak. Na most onnantól kezdve, ugye, ha vannak fenti lények, az imént említettem, hogy ez nem az emberiség találta ki ezt a dátumot, hanem a fentiek. Hát ez olyan, mint mikor az óvónő kitalálja a gyerekeknek, hogy jó, akkor most mit csináljanak, érted? És mikor mit csináljanak. Na hát ez most ez a feladat ebben kapcsolatban. Ők kitalálták azt, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lenni. Ekkora. Lehet ez ellen ellenkezni, azzal csak magad alatt vágod a fát. Minél jobban ellenkezel ezzel, annál jobban vágod alattad a fát. Ez olyan, mint mikor egy óvodás gyerek ellenkezne az óvónővel. Maga alatt vágna a fát. Érted? Na ez ugyanaz. Felőlem ellenkezhetsz, majd meglátod, nem én, te látod meg. Érted, hogy mennyi problémát kapsz az életedben, ha ellenkezel. És milyen hosszú életű leszel. Inkább úgy mondanám, hogy milyen rövid. Jó? Igaz. Erre valaki rá is prüszkölt. Szóval, miért pont ez a dátum? Ugye, ha ennek megnézzük a számértékeit,
akkor ugye ebből egyértelmű kijön egy tízes. Tehát 2, meg 3, meg 5, az 10. Ugye ez egy tudomány, a számmisztika. Méghozzá egy ősi tudomány. És a tízes az egy kezdő időszak, az egyes az egy kezdő időszak, ha mögötte van egy nulla, akkor annak az energiája tízszeresére van felerősítve. És ha számolgatunk, nem sűrűn kapunk itt ezen a környéken tízes számra kijövő számot, évszámból. Szóval a lényeg az, hogy ez az egyik, de nem ez a fő, az, hogy az emberiség most egy átmeneti korszakot él. Az aranykor és a vaskor közötti átmeneti időszakot. A vaskor az befejeződött 2012 évvégén. Most egy átmeneti korszak van. És minden jóslat ebben az átmeneti korszakkal kapcsolatban, hát elég nagy gubancokat jósol. Ha nem hiszed, nézz utána. Nostradamustól kezdve rengeteg jóslat foglalkozott azzal, hogy ez időtájt mik lesznek, és nézd meg ebben az átmeneti időszakban, amikor a vaskorból átmegyünk az aranykorba, ilyen nagy problémák lesznek. Háborúk és egyéb annál olyanabb dolgok, ami nem is kell háború, hanem ilyen szellemi háború. Tehát nem is kell hozzá fizikai háború. És ugye mit jelent az aranykor? Egy elnyomásmentes társadalmi forma. Miért kell az elnyomásmentesség? Hogy az emberek képesek legyenek töretlenül fejlődni. Mert ugyanis úgy működik az ember, hogyha elnyomást kap, akkor elakad a fejlődésben. És addig, míg az elnyomás él, addig nem tud fejlődni, hiába akar fejlődni. Szóval kell egy olyan korszak, ahol töretlenül fejlődhetnek az egyének. Miért kell töretlenül fejlődni? Hát most gondold végig, milyen képességeid vannak. A legtöbb embert megkérdeznénk, hogy milyen képességei vannak, akkor azt mondaná, hogy mit tudom, jól tud főzni. Vagy mit tudom én, szépen ki tudja pucolni a cipőjét. És így sorolnák ezeket a gyakorlatilag fizikai képességeket. Ezek mind fizikai képességek. És akkor ugye megkérdezném, hogy mondjuk tudsz-e az energiából anyagot teremteni. Tehát az energiából anyagot teremteni. Ugye a legtöbb ember azt mondja, hogy nem. Nem? De amit tudom én, tanulhatnál ilyet, akkor biztos érdekelne, nem? Tuti, lefogadnám. Hát még várhatsz erre a tudásra, jó? Majd az aranykorban tanulhatsz ilyeneket. De most képzeld el, hogyha az elnyomók tanulnának olyan dolgokat, hogy hogy lehet az anyagból energiát teremteni, vagyis az energiából hogy lehet anyagot teremteni. Mondod végig. Vagy például, hogy lehet a gondolat energiájával átalakítani dolgokat, csak a gondolat energiájával. Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, mondjuk egy tárgy, ami arrébb megy, vagy akár mit tudom én, összedől egy ház, a gondolat energiájától, érted? Csak most mondtam példákat. Most képzeld el, ha az elnyomók ilyeneket tanulnának. Mondod végig. De akkor ne is beszéljünk az elnyomókról. Most gondolj magadra, amikor te dühös vagy valakire, és rendelkeznél ilyen képességekkel, akkor az illetőnek mondjuk ettől a képességtől megállna a szíve?
Gondold végig. Ugyanis a lelkünknek vannak olyan képességei, rejtett képességei, amit meg lehet, amire meg lehet a lelket tanítani, és ami most mondhatnánk azt, hogy fantasztikus filmekbe látni ilyeneket. Tehát mondjuk olyat, mint a Darth Vader csinált, az kismiska ahhoz képest, amit a felsőbbrendű lények tudnak. Oké? Okay? Tehát mondhatnám azt, hogy túlnő a fantázián, amit a felsőbbrendű lények tudnak. És itt van a kutya elásva, hogy te valamikor felsőbbrendű lény voltál. Hányszor fordult elő az életedben, hogy mondjuk megbotlottál, és nem volt mibe megbotlani? És utána nézted, hogy mi a jó Istenbe botlottam meg, és nem volt mibe megbotlani. És olyankor nem gondoltál arra, hogy ott nem megbotlottál, hanem vagy föllöktek, vagy elgáncsoltak? Oké? Okay. Felsőbbrendű lények csinálták, hozzánk képest felsőbbrendű lények. Oké? Okay. Volt, aki azt mesélte, hogy leesett a lépcsőn, tehát repült lefele, és azt érezte, hogy nem hagyták, hogy elessen. Érted? Mit tudom én, hány lépcsőt esett lefele, repült lefele, és nem hagyták, hogy elessen. És nem ütötte meg ezáltal magát. Tehát gondold végig, hogy lehet ez. Jó, tehát logikusan gondold végig. Tehát az emberekkel történnek olyan dolgok, ami kézzel nem fogható, és nincs magyarázat, de van magyarázat. A felsőbbrendű lények munkálkodnak. Tehát mondok példát, jó? Miért van az, hogy emberek ugyanolyan képességekkel születnek, és az egyik sikertelen lesz, a másik meg sikeres az életében? Honnan tudni, hogy azonos képességekkel születtek? Hát mert felnőtt lett. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ahhoz kellett egy nagyon jó képesség, hogy legyen akaratod arra, hogy megfordulj az ágyban születésed után valamikor, majd fölülj, majd felállj, majd megtedd az első lépéseket, majd elkezdjél szavakat kimondani, vagy szótagokat, mindegy, hogy ki hogy kezdte szavakkal, vagy szótagokkal, van aki szótagokkal kezdte, van aki szavakkal, érted? De megtanulj ebből beszélni, majd megtanulj mindent, tehát megtanuld azt, hogy magad egyél, képes legyél magad inni, képes legyél tisztálkodni, sőt, majd egy idő után arra is képes legyél, hogy eltartsd önmagadat. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy mindenkiben ott van ez a képesség, és nagyon kevés az olyan ember, aki ebből a sorból már mit tudom én 3-4 éves korában kilógott. Nagyon kevés. Tehát ha megnézed, a sikeres ember is kiskorában gyakorlatilag ugyanazt csinálta végig,
mint a sikertelen. Nem többet. Semmivel se többet. Ami azt jelenti, hogy például megnézzük az általános iskolát. Lehet, hogy valaki kitűnővel ment végig, és sokkal sikertelenebb az életében, mint az, aki kettessel végigbukdácsolta a 8 általánost. Érted? De nem az a lényeg, hogy az iskolában mit ért el valaki, hanem az, hogy a kiinduló képessége az embereknek, az emberek 99%-ának, több mint 99%-ának gyakorlatilag azonos volt. Érted? És akkor hogy van az, hogy az egyik az mégis sikeres, a másik meg sikertelen, érted? Hát nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű a válasz. Nézd magadba, hogy hogyan gondolkodsz. Tehát hogyan gondolkodsz? Az imént említettem erre egy példát. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mit gondolsz arról, hogy te mit csinálsz meg és mit nem. Hogyan gondolkodsz arról? Hogy milyen negatív vagy pozitív jövőt festesz magadra és akár az egész világunkra. Tehát, hogyha ez a jövő, ez számodra fekete, akkor ne csodálkozz, hogy sikertelen vagy, ha eddig is így gondolkodtál. Tehát ott vált el az, hogy azonos képesség, hogy ki hogy gondolkodott a jövőről, de az hogy vált el? Hát az, hogy milyen hatásnak engedelmeskedett. Szó szerint. Mit jelent, hogy engedelmeskedett? Hogy jött egy külső hatás, és te meg azt tetted, ami a külső hatás okozott. Érted? Számodra. Tehát ha azt mondták, hogy minél jobb alkalmazott legyél, akkor te minél jobb alkalmazott lettél. Érted? Vagy azt mondták, hogy milyen hülye vagy te fiam, akkor te addig mondták, míg ezt el nem hitted. Érted? És akkor onnantól kezdve, hát én olyan hülye vagyok. De arra nem emlékszel már, hogy mind hányszor mondták neked azt, hogy hülye vagy. Érted? Szóval ott vált el ez a két hatás egymástól, hogy mennyire hagytad, hogy olyan irányba befolyásoljanak, ami neked nem jó. És ezáltal befolyásolják természetesen, és befolyásolták eddig is a gondolataidat. Na most gondold végig, hogy mindenki elért valamit az életében. Többet, kevesebbet. Nem kellene annál többet elérni. És akkor itt van egy korszak, amit ránk bíztak, hogy ezt meg kell csinálni ezen a bolygón. Mi az, hogy ránk bíztak? Az emberiségre bízták. Az emberiségnek kell ezt megcsinálni. Annyi a segítség, hogy adnak információkat, és segítenek abban, hogy leküzdjük az akadályokat. Ennyi. Tehát megteszik a tőlük telhetőt. De most gondold végig, ha mondjuk tyúkokat levágásra nevelsz, és vannak olyan tyúkok, amelyeken szép nagyok és gyorsan nőnek. És vannak olyanok, amelyik hát ugyanannyit esznek, de lassabban nőnek, és nem nőnek meg olyan nagyra. Akkor melyiknek a tojását fogod szaporítani?
Hát nem annak, amelyik lassan nő, meg ugyanannyit teszik, érted? Hanem azt, ami gyorsan nő, és abból fogsz ugye csirkéket nevelni. Nyilvánvaló. Tehát, ami számodra hasznosabb, a többivel meg mit csinálod? Megy a levesbe. Jó tyúkleves lesz belőle. Érted? Tyúkhúsleves. Na most ugyanez az emberiség. Ne érts félre, pont ugyanez. Aki alkalmatlan arra, hogy aranykorba bejusson, megy a levesbe. Oké? Aki meg akar, az meg nem megy a levesbe. Érted? És tesz természetesen, nem csak akar. Mert akarni a WC-n is lehet, tudod. Szóval, mert ugye szokták ezt nekem ma írni, milyen kommentekbe, hogy hogy képzelem én azt, hogy csak itt lehet elérni az aranykort, az általam nyújtott tudással. Figyelj, semmi gond, menj máshova akkor tanulni, találj mást, úgyse fogsz. Ennyi. Nincs a bolygón olyan ember, még egy, aki az ember és élet működéséről és az aranykorba jutásról és az aranykorról annyi tudással rendelkezik a bolygón, mint én. Emberről van szó. Keres ezt nyugodtan. Évekig, évtizedekig, csak az a baj, hogy lejár az időt. Oké? Ilyen egyszerű. És ez nem nagy képűség, ez tény. Keresges. Keresges más előadót, aki képes az ember és életismeretről ennyi tudásra, és arra, hogy hogy kell eljutni az aranykorba, és mi lesz az aranykorban. Érted? Nem fogsz találni. Halvány gőzük nincs az előadóknak ezekről a dolgokról. Csak érintőlegesen. Érted? Én ezt a megbízatást megkaptam, hogy a csapatunkkal, csapatommal csináljuk ezt meg. És megcsináljuk. Eljuttatjuk, aki akar, az aranykorba. Világos ez? Aki meg nem akar, az így járt. Mi lesz velük? Hát bizony ide nem inkarnálhattok, kellettek a fenének. Mentek egy másik bolygóra. Így van. Szó szerint. Így van, mehettek egy olyan bolygóra, ahol nincs technika. Nulla! Még azt is ott fogod megtanulni, hogy hogyan kell bőrből összevarni valami ruhát, érted? Hogy meg ne fagy. Semmi gond. Ős közösségbe mehettek vissza. Oda is valók vagytok. Szó szerint. No, úgyhogy azok viszont, akik akarnak fejlődni, itt biztos helyük van. Jó? És haladunk afelé, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. De ugye annyit azért érdemes tudni az aranykorról, hogy az aranykorban az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élnek. Tehát olyan magas szintű tudásuk van már, hogy erre képesek. Ami azt jelenti, hogyha az emberek a saját életük irányítását a saját kezükbe tudják tartani, szeretetben, békében és boldogságban együtt képesek működni másokkal, akkor az azt jelenti, hogy nincs szükség főnökre. Világos ez? Tehát az aranykor egy főnökmentes társadalmi forma. Világos ez? És én úgy tudom, hogy a miniszterelnök is főnök. Nem? Meg a királyok is főnökök. Jó? És az aranykorban ilyenek nem lesznek. Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést.
De ha nem lesz aranykor, akkor mi lenne? Akkor lenne a legrosszabb, mert ennek a bolygónak olyan rossz szá válik akkor a rezgése, és már is nagyon rossz, hogy útba van a fentieknek. Ez a rezgés van útba. És akkor bizony az az egyetlen megoldásuk, hogy szétrobbantsák ezt a bolygót. Ugyanúgy, mint a Mardukot itt a naprendszerben. De gondolom azt még egy elnyomó se akarja. Mert ha azt akarná, hogy ő legyen az, aki szétrobbantsa a bolygót, azt előtte kiiktatják. Tudod, mennyi egy fenti lénynek valakinek megállítani a szívét? Vagy elpattintani egy eret az agyában? Ennyi. Csak hogy tisztában legyetek ezekkel, azok, akiknek gonosz gondolataik vannak az aranykorra kapcsolatban. Jó? Azoknak mondom. Úgyhogy hajrá az aranykorba, megyünk előre, köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesternek ezt a igencsak tartalmas előadást, tehát volt itt lélek, idő, elnyomás, meg sorolhatnám még annyi minden fordult meg most a fejemben, amit el szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban. Tehát én itt tanulok már 7 éve, 3-8, ugye nekünk ez már nem újdonság, mi meg vagyunk győződve ezekről a dolgokról, hogy ezek valóban működnek. Tehát most az, hogy a lélek. Több országban bizonyított tény, hogy a lélek súlya 21 gram, és ezt nem én találtam ki. A magyar nyelvben megint csak benne van, hogy hány jár bele a lélek, a szem a lélek tükre, hány lelket számol ez a falu, és akkor még sorolhatnám tovább. Mondtasz valamit? Igen. Elfelejtettem, amit akartam. Nagyon szeretnék, mert lehet szétfeszülök, annyira szeretném elmondani, hogy... Engedem szóhoz jutni. Hogy annyira örülök, hogy itt tanulok a Szedlacsik Miklósnál, mert ez a mostani előadás is annyira magával ragadó volt számomra legalábbis, hogy pont ezen gondolkoztam a napokban, hogy sokan tényleg úgy gondolják, hogy nem a szellemi fejlődésükre áldozzák az időt, hanem mondjuk a családukra. Én megértem, mert persze azok a hozzá közel álló szerettek. Oké, de a családod nem ezen a bolygón él. Tehát ha ez a bolygó nem fog túlélni, ha ez az emberiség nem fog túlélni, a családod sem fog túlélni, te sem, de ők sem, akkor hogy teszel nekik jobbat? Azzal, hogy arra kis időre, mert nem tudok mást mondani, mert maximum 2035, és ezek nem légből kapott információk, tehát 8 éve, amióta itt tanulok, bármit mondott a Szedlacsik Miklós, hogy majd így lesz, meg ez lesz, az úgy volt. Korábban is. Igen, van, aki régebb óta tanul itt. Én csak ezt a 8 évet tudom, amióta én itt tanulok, hogy ez tényleg így volt, de igazad van egyébként, így van, mert akkor még nem tanultam itt, és az is beteljesült, amit akkor mondott. Tehát, hogy én tudom, nem hiszem, hogy ez lesz, tudom, hogy ez fog történni, mert tudja előre, kapja az információkat. Nem kéne elgondolkodni azon, hogy tényleg tegyünk már azért, nem lehet jobb világot felépíteni, ugyanazzal a gondolkodással, amiben jelenleg vagyunk. Azzal a gondolkodással pontosan egy olyan világot tudtunk kialakítani, amiben most élünk. Ez négy betűs. Ez négy betűs. Tehát sokkal jobb lehetne ennél. Sokkal jobb lehetne ennél. Eszembe jutott közben, hogy mit akartam mondani. Jó, én nem mondtam. Ugye itt visszatérve arra, hogy egy életünk, egy halálunk. Hogy egy életem, egy halálom, felség a kezedbe ajánlom. Ez ilyen vicc kategória. Miért hiszitek azt, hogy csak egy életetek van, a macskának meg 9? Ezt valahogy nem értem.
akkor ugye bejön itt még az emberiségnél, most a legtöbb részénél, benne voltam ebbe én is, hogy mostani világban ugye egyre kevesebb a pénz, 8 órában megkeresem a rezsire valót, időről beszélek. De akkor túlórázok, hogy megkeressem az élelmiszerre valót is. Na én erre azt mondom, hogy biorobot, egy droid. Jó, ez lehet, hogy sértő most itt egyesek számára, akkor úgy mondom, hogy rabszolga, ha így jobb. Sokkal szebb és kifejezőbb. Tehát erre most eszembe jutott egy vicc, ami nem is vicc. Így karácsony tájékán megáll a főnök az autójával egy gyönyörű szép Lamborghinivel az üzem előtt. Kijönnek a munkások, nézik, hú főnök, ez gyönyörű ez az autó. Azt mondja a főnök, hát hogyha a jövőre kétszer ennyit fogsz dolgozni, beleteszel anyait, apait, és tényleg oda teszed magad, úgy rendesen, akkor jövőre tudok venni magamnak még egyet. Köszönöm. Igen. És nem az a baj, hogy most alkalmazottként dolgozol, csak legyen egy terved a jövőre nézve, hogy ne akarj örökre ott maradni. Mert persze mindenkinek élni kell valamiből, hát ennünk kell, fizetni kell, stb. Csak legyen ott egy jövőkép a fejedbe. Ez nem elég jó jövőkép? Ez pontosan így történt nálunk is, hogy ugye én is dolgoztam ilyen helyen. Rákényszerítettek arra, hogy még többet dolgozok, ha még több pénzt akartam hazavinni. Csak hogy mellékesen elkezdtem fejleszteni magam itt a PPH-nál, Szedlacsik Miklóstól tanulok a mai napig. Én már 7 éve, ugye elmondtam, és már legfőbb tevékenységemnek azt tartom, hogy a PPH tanulói csapatát szervezzem. Ez biztosított számomra egy olyan életet, hogy hajnali 9:30-kor kelek, ha akarok. Borzasztó, ugye sokak számára ez megterhelő lenne, mert nem bírnak ilyen sokáig aludni, mert az a kakuk azért ébreszti őket, mert 6-ra be kell érni dolgozni. Aztán ki tudja, mikor érek haza. Na, ez nálam megszűnt, tehát annyit dolgozok, amennyit akarok. Tehát természetesen a lehető legtöbbet annak a célnak az elérésével, hogy itt a Földön minél hamarabb eljön a szeretet, a béke és a boldogság kora. Azt szeretném, hogy a Földön aranykor legyen, hogy mindenki boldog legyen, mert ha mindenki boldog, akkor én is az vagyok, mert én is az emberiség része vagyok. Úgyhogy nézzetek rám, elmondtam, honnan indult az én történetem, és ez még csak a lájtos teteje. Tehát nem is mentünk le a jéghegy aljára. Ha én ezt meg tudtam csinálni, akkor ti is. Várunk szeretettel, mindenben segítünk, és visszaadom a szót az én elragadó feleségemnek. Köszönöm. Igen, még az is eszembe jutott így a saját példámról, a saját életemből. Ugye nekem nincsen gyerekem, de van egy édesapám, idős, demens, idősek otthonában él. És van egy fogyatékos testvérem. Ő is egy erre a célra szolgáló intézményben él. Viszont amióta én itt tanulok, és az a célom, hogy embereknek segítsek fejlődni, hogy jobbá tudjanak válni. Azóta a kapcsolatom édesapámmal előtte nagyon rossz volt. Nagyon szép kapcsolatunk lett. Ezt igazolom. Sose gondoltam volna, hogy nekünk kettőnknek, akik egész életünkben így álltunk egymással, jó lesz a kapcsolatunk. És látom rajta, hogy annak ellenére, hogy egy szociális otthonban van, jól érzi magát. A testvérem egy fogyatékos otthonban van. Látom, hogy jól érzi magát. Megyek látogatni, és látom a csillogást a szemébe, neki jó. Tehát, hogy ha te elkezdesz tenni másokért, a világért, az emberekért, akkor ezek a dolgok is rend, tehát biztonságban van a családod. Nem kell ezzel foglalkoznod, mert úgyis segítséget kapsz föntről. Ahogy én is megkaptam, és nem egy embernél láttam itt a csoportban, a tanulók közt, a PPH-ban, hogy mindenki, aki tesz az emberiségért, segítenek föntről. És nem lesz ezzel problémája. És így, szinte csak így mentheti meg a családját. Mert másképp nem.
Tehát én azt javaslom neked, hogy... Bocsánat. Ja, igen, parancsolj. Tehát ti, akik most néztek minket, vagy hallgattok minket, és nyilván van hozzáférésetek az oldalhoz, vagy valaki mellett éppen ültök és úgy nézitek. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy véletlen az, ami most történik, hogy minket néztek, és a PPH üzenetét hallgatjátok, ez egy égi rendezés. És hogy Szedlacsik Miklós előadásai elétek kerültek, így van. Ha szeretnéd azt megtudni, hogyan léphetsz kapcsolatba a teremtőddel, nálunk az tananyag. Most azt nem fogom elmondani. Ha szeretnéd tudni, hogy mi a küldetésed, az egy 9 hónapos téma nálunk. Ától Z-ig, kivesézve. Arról se fog többet beszélni. Most gyere el, tanuljál. Fejleszd magad, hidd el, megéri. Itt vagyok én élő példa. A párommal együtt. Tehát, hogyha jól döntesz, hozol egy jó döntést, és úgy döntesz, hogy szeretnéd kipróbálni a képzéseket, várunk nagy-nagy szeretettel. Keresd magadnak egy szimpatikus PPH-st, segít neked, hogy hogy tudod elkezdeni a képzést. Még most tényleg a régi áron egy 50%-os kedvezménnyel lehet elkezdeni, és erre 3 év árgaranciát is kapsz, ami azt jelenti, hogy havonta 9800 forint a coach képzés, ez 30 óra képzést akar. Erre 3 év árgaranciát kapsz, ugyanis áremelés előtt vagyunk. Ettől eltél az első hónap, mert az 19.700 forint, tehát egy 660 forintos óradíjra jön ki. Kevesebb, mint egy kenyér. Így van. Kevesebb, mint egy kenyér. Sőt, már az üzemanyag sem ennyibe kerül. Már az üzemanyag sem ennyi. Gyakorlatilag ebben nem is lehet semmit venni. De tudást, igen. Tudást és módszereket még mindig vehetsz belőle. És egy nagyon szuper csapat tagja lehetsz. Így van, a legjobb helyen. Úgyhogy szünet után önbizalomteremtő coachképzésünk folytatódik. Egy nagyon fantasztikus anyag, már 5. hónapja tanuljuk ezt is. Elképesztő, hogy miket tanulunk benne. Én nagyon szeretem azt is. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor azt javaslom, hogy azért nézd meg még egy pár ingyenes előadást. Gondolkozzál el rajta. Ha pedig tetszik, akkor várunk szeretettel a képzéseken. Most pedig 30 perc szünet következik. A szünet egész pontosan a végéig fog tartani. De hogy kapcsoljanak át? És akik új tanulók, igen, ők kapcsoljanak át a weboldalon, a piros ikon, azt hiszem, ugye, a belépést követően a második ikon, tehát az élő coachképzés, oda kattintsanak. Most pedig 30 perc szünet következik. És szeretnénk így utólag, mivel minket az idén már valószínűleg nem láttok, nagyon boldog karácsonyt, és boldog új évet kívánni mindenkinek. Eredményes napokat, sziasztok! Boldog karácsonyt!